Sziasztok! A karantén ideje alatt arra gondolunk, hogy kiválasztunk 16 sportolót, és otthonokba zárva egy kicsit megdolgozzuk őket. Ha már úgy alakult, hogy úgyis mindenki otthon a 4 fal között sütögeti a pecsenyéjét, akkor legalább játszunk egy picit. Ki a legügyesebb, a legokosabb vagy a legkreatívabb, ez lesz a kérdés. Párbajonként 5 játék, a győztes továbbjut, a vesztes pedig tovább unatkozik, úgyhogy ha mindenki készen áll, akkor megyek is a home office-ba, és kiderül ki a mai párosuk. Sziasztok, ez itt egy újabb negyeddöntő, két kézilabdázót hoztunk össze, és ez az első olyan csatánk, amikor egy férfi és egy nő meccsel majd egymással. Ez ugye a pályán nem nagyon tud megtörténni kézilabdában, meg nagyon más sportágban sem, de a Karanténkirály erre is egy kitűnő terepet ad, úgyhogy Fodor Csengével és Ligetvári Patrikkal vagyunk itt. Sziasztok! 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 Na, azt azért tisztázzuk, ti nagyjából egy generáció vagytok, nyilván egyszerre nem lehettetek pályán. Ki mennyire ismeri a másikat? Ez nagyon fontos lehet, akár egy igazhamis játéknál, akár a taktika szempontjából, szóval Csenge, mit tudunk Patrikról, Patrik, mit tudunk Csengéről röviden? Hát igazából még ez tényleg jó pár évvel ezelőtti sztori, akkor én még ifi válogatott voltam, Patrik akkor már junior válogatott volt, amikor Bogláról játszottak ezek a junior válogatott meccsek mindenkinek, és hát utána néha egy baráti társaságban összeültünk, ott azért nagyjából ismerjük egymást, de nem mondhatnám olyan nagyon mélynek ezt a viszonyt, de azért nagyjából képbe vagyok, meg persze a játékával is. Jó, hát a játék is nagyon fontos, és ez a barátság nem fog mélyülni az előttünk álló nagyjából 3-4 órában, ezt garantálom, Patrik. Igen, jól mondja a Csenge, hogy mi szinte nyarunkat együtt töltöttük Balaton-Bogláron, meg ugye nekünk voltak ilyen évközbeli mérkőzéseink is, amiket kedden játszottunk, aztán ugye az Bogláron játszottuk, aztán így ismerjük egymást, hogy nagyjából egy helyen laktunk, és egyszerre mentünk edzeni, és hogy vagy ők végeztek, mi együtt. Társaság. Na jól van. Rövidesen kiderül, hogy kettőtök barátsága esetleg elmélyül, vagy soha nem látott konfliktus ékelődik kettőtök közé. Ez egy csata, méghozzá az elődöntőért, és kezdjük már is az első játékkal. Ez tehát a felképelve, ahol egy arcot kell majd felismernetek. Ezt az arcot 5 különböző kézilabdázó arcából fabrikáltuk össze, úgyhogy 2-2 pontért kell fölismerni a különböző arc részleteket. Nektek, mint korábbi győzteseknek, nyilván ez már egy ismerős játék. Patrikkal fogunk kezdeni. Patrik, kérlek szépen, hogy vess egy pillantást arra az arcra, ami egyébként úgy néz ki, mint egy ember, tehát ezzel nincs gond, de valójában 5 névre vagyunk kíváncsiak. Most indul az óra. Fú, ez jó, ez nehezebb, mint a múltkori. Áll, szerintem szita vagy hornyák. Nem. Pálydi. Nem. Akkor Sam Dominik. Máté Dominik, a Sam, az tökéletes. Látom, néztél már rá. Igen, 2 pont. Fog... Nem tudom. A Székely Marcinak van ilyen foga. Nem tudok vele vitatkozni, valóban ez. De és a fogorvosok tökéletesen tudják. Azt tudom. Nem tudom, Lékai? Ma neki szokott lenni. Lékai. Nem jó fésült haja. Igen, ez már a 6. pontod, Patrik. Gyerünk tovább, van még 15 másodperc. Egy orr és egy áll. Orr, az nem tudom ki. Akkor lőd tovább az állakat. Szakámustra, gyorsan. Akkor szakállat legyen a Nagy Laci, Bájdi. Itt a vége. Itt a vége. Nagyon sok szép szakállas embert elmondtál, de pont a... Sipit nem mondtam. A Sipit nem mondtad. És akkor alulról fogjuk kezdeni az ismertetést, jó? A valódi arcok ismertetését, mert Csipos Adriánt kellett volna mondanod, ővé a szakás, Székely Marci mosolyos tímmegy, Balogh Zsolté volt az orr, Máté Dominik szeme és Lékai Máté haja. Összességében azért nem egy rossz kezdés, a 6 pontot rögtön be is zsebeltél, Patrik, így nyitásképpen. Dőj hátra, és élvezd a kilátást, megyünk át egy házzal arrébb, és jön Csenge. Kérlek szépen, Csenge, hogy nyisd ki gyorsan a rajzodat. Hát ha az egy arc volt, akkor ez kevésbé hasonlít egy humanoidhoz. Indítom az órát, itt az 1 percet, tessék! Úristen, akkor a Szem az kis Éva. Az igen, szemöldökre Szem, könnyen megvolt, 2 pont. Igen, akkor a száj az Márton Gréta. Igen, az is tökéletes, a mosolyog jellemzők. Orr az Bíró Blanka. Az orra Bíró Blanka, azt mondtad? Igen. És milyen jól mondtad, ez már 6 pont. A haj az Háfra Noémi. Ez is jó. Látszik, hogy csajból van, nem? Az Áll pedig Kovacsics Anikó? Igen! Azt a mindenit! Fél perc alatt telibe ezt a furcsa fejet. Csenge, ez milyen kezdés volt? Fú, hát izgultam. Ez milyen kezdés volt? Szerintem ilyen még nem volt. Te vagy az első a Karanténkirály történetében, aki fölismerte mind az 5 arcrészletet, úgyhogy az első játék jól sikerült. Egyébként mind a kettőtöknek, és így az első kör után 10-6-ra Csenge vezet Patrik ellen. A második játék a mezeket fel, ahol annyi lesz a feladatotok, hogy amikor kimondom egy csapatnak a nevét, akkor ennek a színeibe és ennek a szurkolójának kell 2 perc alatt felöltözni. Fontos, hogy hány olyan színű ruhadarab lesz majd a végén rajtatok, ami megfelel a klub színeinek, illetve hogy mennyire tudjátok egy picit megvariálni azáltal, hogy nem csak ruhadarabot húztok, vagy nem oda húzzátok a ruhadarabot, ahol annak eredetileg a helye van. Egy csomó kiegészítőt szívesen látunk a művészi érték pontozásánál, ez mindenképpen számít majd. Egy picit filóztam rajta, hogy Csenge miért Halloweenben kezdte a műsor, de most kezdek rájönni arra, hogy te annyira rágyúrtál a negyeddöntőre, hogy nem akarod, hogy zavarjon a vetkőzés az öltözésben, jól gondolom? Ez gyorsan ki lehet gombolni, azért tehát az egy ilyen letépő striptease szoknya, és fönn meg gyakorlatilag szinte semmi, Patrik meg majd abból a zöldből kiugrik, ha kell, mert ugye nem kizárt, hogy a zöld szín az majd működik, de akkor figyeljetek, elindítom az órát a 2 percre, és az a csapat, aminek a szurkolójának föl kell öltözni, nem más, mint az MTK! Na nyomás! Egy. Megjöttetek elvileg. Patrik járt már itt, és megjött ő is akkor a végére. Nem tudom, Patrik, hány sakva van rajtad, de úgy rémlik, hogy nem biztos, hogy csak egy. Állati jól nézel ki. Na gyerekek, valamit tisztázunk az elején. Csenge ugye azonnal panaszt nyújtott be a zsűrinél, hogy neki se sárgája, se lirája nincsen. Most ha azt mondod, hogy se kéket, se fehéret, akkor tényleg le kell cserélni a ruhatáradat. Jó, a Csenge. Nézzük meg, hogy mit vezettél elő a kék-fehér szurkolói lét, mely mélységébe ereszkedtél, alávad szálltál föl. Gyerünk! Kezdjük ott, hátrébb megyek. A Michelin gumiemberke női változata a kamionok oldalán. Egy fehér ingem, az már nem félt rám, mert annyi felső van rajtam, úgyhogy azt rákötöttem a derekamra. Jó, az legalább nem fázol föl. Akkor van egy. Ez egy darab. Fehér alánadrágom. Igen, az már 2. Van egy kék gatyám, ez kék. Jó, az a harmadik. Ha, jó, igen, ezt látom, hogy kék. Ezt nem veszem le. Akkor van egy sötétkék pulcsim. Jó, az már a negyedik. Ez egy világos kék pulcsi. Igen. Akkor... Szépen, hogy az SMLX-el, ahogy rétegződik egymásra, nagyon bravúros, igen. Oh. Jó, a darabra meg vagyunk, az 5-öt már kimaxolt a Csenge. Akkor ennyi, még van rajtam 3 póló. Jó, azért az számít a stílus szempontjából, mert azért, hogyha jól számolom, neked 7 réteged volt, ugye a bőr fölött? Vagy az már 8-dik? Tehát ez nagyon kemény. 5, 3, hát ez nagyon durva. 4, 5, 6, 7, 7 réteg odafönt, és egy helyes ing még a sortra kötve. Ez volt tehát Csenge produkció, mindjárt díjazzuk, de csak hogy mindenki magához térjen, felúcsúdjon a látvány után. Jön Patrik, akinek először is majd a fejével kell elszámolnia. Na tartsunk egy gyors fejszámolást. Na. 1 sapka, 2 sapka, igen, lábaimon. Az micsoda! 2 póló. Jól állna a szoknya egyébként, ez most kiderül. Aha, saját így oldottam. És még egy sáris. Figyelj, Patrik, te azért a gyors öltözködést azt a csúcsra fejlesztetted, mert lényegében a textilt földobáltad magadra, ahol épp a kicsi tested egy kis teret adott ennek. Jól érzem, ugye? Igen, hát hozzászoktam néha, hogyha elalszok, ugye, és sietnem kell edzésre, akkor gyorsan öltözek fel. Jó, figyelj! Figyeljetek, az a lényeg, hogy az 5 pontot, amit tudok azért adni, hogy hány ruhadarab van rajtatok, azt maximálisan kihasználták, tehát 5-5 pont mind a kettőtöknek jár. Ami stílusban nekem nagyon tetszett, egyrészt az, hogy 7 réteget tudott Csenge magára venni, tehát tényleg azért ez a fajta rétegzettség, ez igazából a földmérőn, a tektonikai lemezek táján tetten érhető, meg ezek szerint Csengénél, tehát ez nagyon ott volt. A dupla sapka nekem nagyon bejött, illetve az, ahogyan magadat gyakorlatilag egy ilyen ruhainasnak használtad, ez azért fölveti annak a lehetőségét, hogy kézilabda pályafutásod után akár ruhainasként is el tudnál helyezkedni. Összességében szerintem bomba jól néztek. De csak hogy velem tartasz. Jó, feltétlenül ott lesznek a felső próbálkozásoknál. Én 4-4 pontot odaadok a stílusra mind a kettőtöknek, mert szerintem mindenhol volt benne rafkó, mindenhol volt mennyiség is, és egyaránt nagyon jó MTK szurkolónak néztetek ki. Nem tudok most különbséget tenni, 9-9 pontot adok, ami azt jelenti, hogy a különbség a második játék után nem változott kettőtök között, vagyis ahogy a harmadikra fordulunk, még mindig 4 ponttal Fodor Csenge vezet. MTK talaníthatjátok magatokat a rövid szünet alatt, és aztán folytatjuk a harmadik játékkal. Már vissza is jöttünk a szünet után, 19-15-ös Fodor Csenge vezetés Ligetvári Patrik ellen a Karanténkirály harmadik negyeddöntője zajlik. Azt nem tudtam nem észrevenni, hogy úgy maradt egy picit MTK-snak Ligetvári Patrik, a zöld polójából maradt kék, ennyi tisztelgés mindenképpen a kitűnő nagymúltú klubnak kijár. Csenge teljesen úgy néz ki, mintha nem ment volna rajta át az úthengere, ahogyan elkészítette magát a mai adásra. Úgyhogy ha fújtunk egyet, akkor már is rákanyarodunk a harmadik játékra. A trükkömben úgy érzem, hogy mindenkinek vagy kezd egy picit elborulni az agya, vagy csak kijön ez a 2 hónapos fáradtság, meg monotonitás. Úgyhogy borzasztóan kíváncsi vagyok, hogy mit eszeltetek ki ide a második körre. Gyorsan a nézőinknek elmondom, akik még nem láttak Karanténkirályt, arról van szó, hogy 24 órával a mostani adás előtt arra kértük Csengét és Patrikot, hogy csináljanak valami őrültséget, valami egészen oda nem illő dolgot, vagy csak bármit, amivel esetleg tanácsolni tudják a sorstársaknak, hogy mivel lehet elütni az időt a 4 fal közé zárva. Megnézzük tehát, hogy Csenge és Patrik otthon mit művelt, és aztán Scherer Péter fogja maga módján értékelni a látottakat. Csenge, te leszel az első, lássuk, hogy mit találtál ki. Ez tök jó lett. Hát figyelj, te ruhainak leszel, Csengé. Még egyszer? Ismerem ezt a challenge-et, és láttam már, ezek nagyon komolyak. És vannak tényleg olyan durvák, hogy szinte felugrik másodikra már a vállára. Igen, de én azt nem tudtam megcsinálni. Jó, vagy nyilván tornászok valószínűleg. De tökéletes volt Csengé. Csak vigyázz magadra, meg ne sérülj. Igen. Hát az emberek, akik ilyen cselekvőt csinálnak. A srác, aki alul volt a válogatott labdarúgó, vagy a lány, aki felül volt? Nem róluk beszélek. Ja. Nem róluk beszélek. De ők tökéletesen csinálták a Csengék. Jó, azért itt is egy kis öltözés benne volt, tehát jól kimelegedhettetek, mert nem abban a cuccban kezdtétek, mint amelyikből befejeztétek, Csenge. Ez most hogy van? Hát igen, egyszerűbbre számítottunk, és hát szegény Máténak az elején a hátán konkrétan cipőbe ugráltam. Úgyhogy neki utána nagy fájdalmai voltak, de gyorsan váltottunk, és hát nem mondom, hogy azért nagyon sokszor kellett megpróbálnunk, mire ez is sikerült, és hát szegény nagyon leízott, azért én se voltam se könnyű, meg a feladat volt egyszerű, de igyekeztünk azért a legjobb tudásunk szerint megoldani. Jó van, mindjárt kiderül majd, hogy Scherer Péternek mindez mennyire tetszett, de azért a művész úr értékelése előtt menjünk át Patrikékhoz, és nézzük, ő mit eszelt ki nekünk. Sziasztok! Meg szeretném nektek mutatni a kedvenc pizzám elkészítését. Tartsatok vele! egy kis káosz tört ki, bakik mindig vannak. Fél óra takarítás után megoldottuk a problémát. Itt látjátok, rétegeltem a pizzát, hagyjuk egy kicsit. Amíg várjuk, hogy megkeljen a tészta, addig begyűjtjük a tüzet és várakozunk. Nagyon éhes vagyok, ezt nem bírom megvárni, de van egy ötletem. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre amabile, leggiadro. Na, akkor meg is tennénk a 10 pontos orosz pizzával. Még az elején nagyon elhittem, hogy tényleg ott valami olyan nagy pizza készül, de az óriási volt, hogy a mély hűtőből elég. De közben nem. Ugye, Csenge, igazából egy nagyon fontos kérdés maradt, hogyha Patrik egyszer nyit egy olaszt, elmész, vagy nem mész el pizzázni? Elmegyek természetesen, tehát főleg... Erre a mirelitre? Erre a mirelitre? Majd lehúzom az értékelésnél. De még te nem vettél ilyen jó mirelitet. Lehet mondjuk, úgyhogy... De hát óriási volt. Patrik, két dolgot mindenképp szerintem érdemes tisztázni. Egyrészt a te konyhád ez, ahol fatüzelésű kemence van, vagy kibéreltél egy használaton kívüli csődbe ment éttermet? A másik pedig, miért nem fejezted be a saját pizzádat? Tehát, hogy ez egy kamu tészta volt, ebből sose lett volna pizza? Nem, abból lett pizza, csak nem vártam meg. Mert ugye ezt hagyni kell. Ez volt a humor. Akkor van egy majdnem finom pizzánk, amit lecseréltetek mirelitre, és van egy cipő utáni zoknis könnyítéssel létrehozott házi akrobata mutatványunk. Ezek után nincs más dolgunk, mint hogy megnézzük, hogy mindehez mit szólt Scherer Péter. Csenge és Patrik, egy vegyes páros, egy vegyes mérkőzés. Nagyon tetszett mind a két videó. Talán Csengé egy icipicivel jobban tetszett, és vele is kezdeném. Csenge. Nagyon tetszik, ahogy leigázod a férfit. Ahogy lenyomod a földre, és rajta állsz, és tornáztatod magad. Persze picit meg lehet ezt indokolni, hogy gyúrod a hátát a focista pasidnak, de valójában nagyon tetszett ez az egész, és iszonyú ügyesek vagytok, mert ez nem egy könnyű, én tanultam kontakttáncot annak idején nagyon régen, és ez nem egy könnyű dolog, hogy ugye csípőről, pici ugrásokkal egyre feljebb jössz, tehát állati ügyes és helyes, és tényleg az van, hogy akrobatikusak vagytok, szépek és fiatalok, nyilvánvalóan meg tudtok egy ilyen dolgot csinálni, és meg is csináltátok. És hát a végén felülsz a nyakába, megkapod a kézilabdát, és egy 10 pontos, és szerintem ez élőbe van véve, nem úgy, mint ahogy a Máté csinálta annak idején, hogy össze-vissza rugdosott, és mindig beesett a kosárba, nem te ezt élőbe eldobtad, és eltaláltad az üveget rendes kézilabdáshoz mérten, úgyhogy 9,28-at adok erre. Patrik, alakul ez nálad is, jó lett ez a pizza nagyon, hát először is nagyon tetszik a pizzasütő. Nagyon-nagyon tetszik az a pizzasütő. Gyönyörű, igazi faszenes, szóval ilyen nekem is kell egy. Sajnos, Patrik. De jó pofa, ahogy meggyúrod, nagyon jó pofa, hogy cseplines módon begyorsítod a várakozást, és egyre éhesebb a néma film főszereplője, aki te leszel ebben a pillanatban. Meggyúrod a tésztát, és az jutott eszembe, hogy Patrik, te honnan szereztél élesztőt? És hogy öntötted mellé az egészet? Hát ez aranyat ér, ez most kincs a karantén alatt az élesztő. Meggyúrod a tésztát, és végül jön az ötlet megsütni a mirelitet. Figyelj! Jó pofa, helyes az egész, kiteszed, és hát gurmé módra egy szem bazsalikommal megdiszítetted. Jó étvágyat kívánok hozzá. Nekem a pizzasütő nagyobb ígéret volt, mint ami benne sült, de... Jó pofa volt az egész, 8,78-at adok rá. Na, mit szóltatok hozzá? Honnan van élesztőd, Patrik? Egy csomó keresztkérdés kell, hogy feltegyünk. Hát te hoztad magadra a bajt, nem lehet élesztőt kapni. Előtte betörtél egy ABC-be, és aztán betörtél egy étterembe, jól értem, ugye? Nem, rendeltem, lettem. Nagyon helyes, nagyon helyes. Látod, hogy egyébként Scherer Péternek a gondolatában is felmerült az, hogy mi van, ha befejezed ezt a pizzát. Nagyon kíváncsiak lettünk volna. Jössz nekünk egy pizzával, az mondjuk így... Oké, és aztán majd kiküldöm nektek, jó? Jó, azt nagyon várjuk, amikor jéghidegen megérkezik. Jó, hát figyelj, Csenge, neked a családbecsületét is meg kell védeni, mert ugye volt egy visszautalás Mátéra, akinek ugye volt egy ilyen mindenhonnan berúgom a kosárba gyakorlata, és hát hogy mondjam, a művész úr e fölé emelte ezt a mostani családi produkciót. Mit gondoltál róla? Hát igazából szerintem ezt azért, mert így a nehézségre hegyezte ki ezt az egészet, tehát hogy azért az enyém az fizikailag nehéz volt, de hát ugye Máténak abban is nagy szerepe volt. A Máténak a trükkje igazából meg a humor volt fektetve, hogy ő mindenhonnan képes bedobni a labdát, úgyhogy meg lehet találni közte az átmenetet, de azért hiszem két különböző videó, de nagyon örülök, hogy tetszett a művész úrnak, és hát meg is szenvedtünk érte, úgyhogy örülök, hogy jól sikerült. Láthatátok tehát és hallhattátok a pontozást, és akkor ott tartunk most, amikor azért két fontos játék hátra van még, a bármi lehet, hogy egy picit még nőtt is Csenge előnye, neki 28,28-at, Patriknak 23,78 pontja van pillanatban, tehát ez lényegében 5-tel kell több pontot szerezni a Patriknak a hátralévő két játékban, de ez akár egy jó válasszal rögtön a következőben sikerülhet. Jön tehát a hiszed vagy sem, ezen nagyot lehet nyerni, és nagyot is bukni. Egy pici szabálymódosításunk van az első körhöz képest, mert ugye 5 pontért kellett megmondanotok eddig, hogy 3 állítás közül, amit ugye egymásról hallotok, melyik az egy az igaz. Most viszont kérhetitek tőlem, hogy felezzem meg, pontosabban vegyek el egy állítást, és így aztán 50% esélyetek marad megmondani, melyik az igaz, de már csak 2 pontért. Úgyhogy ezzel lehet taktikázni most, akár annak, aki előnyben van, akár annak, aki hátrányban. És akkor Csengéről fogok mondani 3 állítást neked, Patrik. Nyilván neked nem is kell külön mondani, nagyon jó lenne egy ilyen 5-össel azonnal gyakorlatilag átvenni a vezetést. Figyelj, légy szíves. Itt az első állítás. Michael Jordan miatt választottam a 23-as messzámot. Vagy a B. Negyed óráig nem találtam a kutyámat, mire kiderült, hogy kizártam a lakásból. Vagy pedig a C. Mániákusan hiszek a horoszkópnak, gyakran járok jósnőhöz is. Szerintem inkább nem a közép. Nem az kiderül. Melyiket mondod? Középsőt. Kizárt a kutyát. Mert ő egy ilyen teljesen szétszórt nőszemély? Nem tudom, azt tudom elképzelni. Nem gondolom, hogy jósnőhöz jár, Jordan miatt még nem tudom. Én a középsőt mondom, inkább kizárt a kutyát. És akkor meg is jelölted a középsőt, igen, ugye? Patrik, van egy hírem számodra, ez egy jó válasz! És már is 5 pont zsebben van. Hoppácska! Hoppácska! Csenge! Szép. Talán nem kellett volna kizárni. És akkor most nem lennél ekkora bajban. Igen. Figyelj, Dani, ugye arról a kutyáról van szó, amelyet egyszer már ugye a múltkori videódban láttunk is, amely felfalt téged, nyilván az emiatt a büntetés miatt hagytad őt kint. Na jó van, hát Patrik, ez egy elég huszáros kezdés volt. Csenge, figyelj, most te következel. Jön az első állítás Patrikról. Apai dédapám Ligetvár polgármestere volt, vagy a B. Én fogom készíteni az esküvői tortánkat, vagy pedig a C. Egyszer testnevelésből megbuktam fél évkor. Hú, hát... Igazából Patrikból mind a 3-at kinézem, de a C-t azt azért nem, mert szerintem a kézilabdásokat, főleg hogy ott Veszprémben szerintem azért nem nagyon buktatnák meg ott fél évkor sem, de a C-t vagy a B-t azt azért gondolnám, mert tudom, hogy a Patriknek van ilyen szakás múltja is. A Mireli pizzákkal például utolérhetetlen. De igen, de most én valódi szakáskodásról mondom, hogy azért valami van hozzá. Hát... Én megjelölöm a legvalószínűtlenebbet, a C-t. Most mégis a C-t? Igen. Tehát most mégis megbukott esiből, miután kifejtetted, hogy nem? Hát most arra megyek rá, hogy a legvalószínűtlenebbet megjelölöm, aztán... Jó, hát vannak ilyen figurák, akiknél a legvalószínűtlenebb állítás a legvalószínűbb, és ha te azt mondod, hogy a magyar kézilabda válogatott átlövője megbukott testnevelésből, akkor igazad van! Na most figyelj, Csenge, azért itt ezerrel kell számolnunk. Tehát konkrétan, higgadtan, racionálisan kizártad, majd megjelölted. Tehát akkor most ki a flúgos? A Patrik vagy te? Nem, azért. Azért nem flúgosságnak mondanám, inkább végig gondoltam, mert azért megnéztem én is jó pár Karanténkirályt, és azért én is tippálgattam ott a játékosoknál, és mindig az volt, amit a legvalószínűtlenebbnek tartom, amit már elsőnek kizártam, úgyhogy most ez alapján döntöttem, de hát jól bejött. Jól döntöttél. 5-5 pontot szereztetek mind a ketten. Patrik, nem kell mondanom, hogy az utolsó játék előtt mekkora jelentősége van, hogy most egy találatot elővezes, úgyhogy figyelj a Csengével kapcsolatos állításokra. Itt az A. Jazzbalettben országos bajnok vagyok, vagy a B. A kiskutyám Instagram oldalának 14 000 követője van, vagy pedig a C. A mai napig minden repülésnél rosszul vagyok. Szerintem a C. Tehát az, és ez fix, ugye? Nem nagyon lamentálsz, Patrik, ezeken, de első feelingre rányomod, ami jön. Nem, szoroztam, és szerintem a C. Nagyon gyors vagy akkor. Ennyi idő alatt már osztottál és szoroztál is. Jó, és nem is kérsz felezés, semmi, megjelöljük akkor 5 pontért, ugye? Tehát azt mondod, hogy a mai napig minden repülésnél Csenge rosszul van. Patrik, ez egy rossz válasz. Nem, nincs rosszul, Csenge, hanem mi van, Csenge? Mi volt az igaz állítás? Az A, hogy jazzbalettben országos bajnok voltam. A szép. Ugye miben nem? Tehát múltkor kiderült, hogy remekül lovagolsz, jazzbalett, hát, multitalentum. Igen, elég sok mindent kipróbáltam, és hát volt sok sikerélményem is, hála Istennek, úgyhogy az egyik ilyen, az meg a jazzbalett volt. Gratulálunk, várjuk majd a home videókat gyermekkorodból, addig viszont figyelj, mert mondok 3 állítást Patrikról, most derül ki, hogy mekkora előnyöd lesz, mert lesz előnyöd, ez már biztos az utolsó játék előtt. Itt az A. Van játékvezetői vizsgám, és vezettem már MB2-es meccset, vagy a B. Allergiás vagyok a vattacukorra, pár éve majdnem megfulladtam tőle, vagy pedig a C. Régi vágyam, hogy legyen egy óriás teknősöm. Hú, hát az át azt azért nem jelölném meg, mert szerintem azért nem nagyon tudom elképzelni, hogy a Patrik megcsinálta volna a bírói. Milyen kedves tőled. És ha megkaptam? Nem azért. Nem azért, és a betörtés elvitte? Mint az élesztőt? Az előfordulhat, na, de szerintem nem is fújtam MB2-es meccset, akkor hát a vattacukor. Hát most ezt nem tudom hova tenni, de én kérek egy felezőt. Kérsz egy felezőt? Eléci. Tehát akkor elveszem az egyik hamis állítást. Rendben van? Jó. És ez a hamis állítás, ez az, hogy van játékvezetői vizsgám, és vezettem már MB2-es meccset. Patrikról ez egy hamis állítás volt. Tehát most már csak 2 pontért, de megjelölheted, vagy a vattacukortól való kis hián megfulladást, vagy pedig az óriás teknősök iránti magyarázhatatlan vonzalmat. Hát, az óriás teknős, az azért gondolom, mert Patrik is elég magas, és lehet, hogy ilyen méret állandót választanak. Giant. Igen, virágot a virágnak. Igen, de nem, volt a szuper, nem tudom. Legyen a C megint. Legyen a C, vagyis régi vágyom, hogy legyen egy óriás teknősöm? Igen. Kedves Csenge, ez egy jó válasz! 2 pontért. Patrik, még jó, hogy nem fulladtál bele a vattacukorba, de mire vársz ezzel a teknőssel most őszintén? Nem tudom, még át kell gondoljam. De valószínű, hogy lehet beruházok egyre majd a későbbiek folyamán. Jó van, szeretnék majd látni, jó? Valamelyik közösségi oldalon. De meg azt, hogy mindig le akarok róla beszélni, hogy ez egy abszolút hülye ötlet, szóval nem biztos még, hogy meg fogom menni. Figyelj, ha túl sokat vársz, akkor már nem leszel ott a temetésénél, viszont ő ott fog téged síratni, úgyhogy azért ezen majd gondolkodj el, hogy időben nagyjából klappoljatok. Csenge, tehát még 2 pontot az 5-höz hozzá tudod tenni, az azt jelenti, hogy még 2 ponttal növelte előnyét az utolsó játék előtt. Itt a finálé, a Szólítsa nevemen, és a gyors fejszámolás után azt tudjuk Patrik neked mondani, hogy minimum 7 pontot kell szerezned ahhoz, hogy megelőzd a játékon belül Csengét, vagyis 4-ből vagy annál kevesebből kell majd kitalált, hogy kire gondoltunk. A játék egyébként röviden annyi, hogy van összesen 10 állításunk, ezekből lehet a játékosoknak választani, és minél kevesebből, értelemszerűen minél több pontért megmondani, hogy kire gondoltunk, amit egészen biztosan tudunk, hogy kézilabdázóról van szó, méghozzá egy pici csavarral, egy női kézilabdázóról, kedves Patrik, úgyhogy itt van a 10-es lista, és próbáld meg 4-ből vagy annál kevesebből kitalálni. Csupa fül vagyok. Hol legyen a 2-es? Olimpiai, világ és Európa bajnoki döntőben is védtem, de csak EB-t nyertem. Hát azért valamit megtudtunk. Igen, igen. Legyen az 5-ös. Hiába játszottam 4-szer is nemzetközi kupadöntőt, egyet sem tudtam megnyerni. Még 2-t kérhetsz ki. Maximum. 6-os. Legyen a 6-os. Győrben még polgármester jelöltként is bedobták a nevemet. Van egy posztunk, van egy városunk, vannak világeseményen védett döntőink. Pálinger Kati? Pálinger Katalin, ez a jó válasz, Patrik! 3-ból! Nagyon jó, nagyon jó. Csenge, neked teljesítened kell, ezt tudom röviden újságolni ahhoz, hogy megnyerd ezt a játékot, jó? Patrik nem adta ingyen a bőrét, mert hogy kitalálta 3-ból, és az azt jelenti, hogy 8 pontot szerzett, ez pedig a te esetedben azt jelenti, hogy minimum 2 pontot szerezned kell, vagyis minimum 9 állításból meg kell, hogy mondd, rendben? Tehát 9 állítás, vagy annál kevesebb értelemszerűen. Oké, ne izguld el, jó? Jó, nem tudom. Vagy izguld el, mondanám a Ligetvári família nevében. Hallgatlak, mondd a számokat. Legyen a 10-es. A 10-es. Én lettem a 2003-as világbajnokság gólkirálya. Bocsánat, nem mondtam, hogy a Patrik egy női, te pedig egy férfi kézilabdázót fogsz kitalálni, ezt az igazságosság jegyében elmondom. Tehát én lettem a 2003-as VB gólkirálya. Jó, akkor legyen a 2-es. Közép-Amerikában felfedeztek, Veszprémben világsztár lettem, Ázsiában levezettem. Akkor 1-es. 1-es. A spanyol nyelv bő 20 év után is sokkal jobban megy, mint a magyar. Na. 9-es. A 9-es. Az új évezred első 5 évében 3-szor is engem választottak a legjobb magyar játékosnak. Most már nagyjából belőttük, hogy... Igen, most már azért vizsgálok. Okay, 4-et kértél ki eddig. Akkor 5-ös. Az 5-ös. Egyetlen európai csapatomban 640 gólt szereztem nemzetközi kupamérkőzéseken. Ügyes lehetett a srác. Igen, elmondtam én is, meg ez a Veszprém azért jó segítség volt, meg a Közép-Amerikából. Hát akkor én mondanék egy tippet. Az bátran, jó, nyugodtan, de ha ezt most mellé megy, akkor kiestél, azt tudod. Igen. Jó, még egyet kérnek akkor a 4-et. De nem azért. Nem, de... Patrik, te minek szurkolsz? Mit csináljon Csenge? Mondja be. Nekem igazából tök mindegy. Dehogy mindegy neked, dehogy mindegy. De tudom, hogy te akarsz itt elődöntőzni. Na még... Csenge, hozzá döntést. Még egyet. A 4-et. Oké. Okay. 31 évesen debütáltam a magyar válogatottban, de 40 évesen még olimpián szerepeltem. Akkor most már tényleg betippelek, már most már szerintem tudom. Még egyszer? Perez, Carlos Perez. Carlos Perez, ez a jó válasz. Fodor Csenge elődöntős a Karanténkirályban, gratulálok. Köszönöm szépen. Gratulálok, Csenge. kikérd azt a mondatot, ami úgy hangzott volna, az a kedvencem, hogy én is énekelhettem volna, hogy jég dupla viszkivel. De így majd berakjuk neked, jó? Vagy majd egy borítas estén esetleg ezt is elnyomhatod, mert egy Carlos Perezzel kerültél be az elődöntőbe. Lehetsz karanténkirálynő, ez nagyon jó hír. Patrik, annyira imádtuk a videóidat, de tényleg, tehát ahogy a Scherer Péter is többször elmondta, biztos, hogy valami nem egészen kerek veled, ami a legjobb dolog, ami történhet velünk ebben a műsorban. Láttunk téged pecázni a saját kertedben, láttunk téged pizzát sütni valahol, még ezt nem tudjuk, hogy hol. Hát egyetlen dolgod maradt, hogy egy igazi pizzát egyszer küldj nekünk, jó? Mert tudjuk, hogy remek szakács vagy, és semmi pénzért nem szeretnénk kihagyni. Rendben, majd a karanténkirály után küldök neked egyet, jó? Ezt megbeszéltük, és az lesz majd akkor a közös aktivitás. Házom szállítom. Állítok, nem is laksz innen messze, úgyhogy nagyon várom. Majd Csengé, neked szeretet lefagyasztunk, csak hogy a miraditvonalas filmeljen. Csenge, elődöntős vagy, mit szólsz? Hát örülök neki, nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, mert azért ez tényleg ez a műsor azért így színezi a hétköznapokat itt a karantén idején, úgyhogy örülök neki, hogy a következő körben is benne vagyok. Kedves nézőink, fizetett reklámot hallottunk, a mai műsor ezzel véget ért. Csenge elődöntős Patriktól itt búcsúztunk el. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!